12. kerületi Tamási Áron iskola új E-épületét ősszel vehették birtokba a gyerekek. A több mint 550 millió forintos önkormányzati forrásból felépített épületszárnyban 6 új tantermet alakítottak ki. Az új részleget a legmodernebb eszközökkel és energetikai rendszerekkel szerelték fel. A Tamási Áron iskola évek óta férőhely hiánnyal küzd, ezért kellett megépíteni az E-épületet, de az intézmény további bővítésére is szükség van. A tervek szerint ezért hamarosan az A-épületben újabb tantermeket alakítanak ki. A javarészt a Klik által finanszírozott fejlesztéshez a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete több mint 40 millió forintos támogatást hagyott jóvá. Új állapodtunk meg az állammal, hogy a munka egyik felét megcsináljuk mi, az E-épület már működik, szeptember óta ott tanulnak a gyerekek, és most a kormánynak kell az A-épület emelet ráépítését elvégeznie. Reményeim szerint most nyáron ez meg is fog történni. Ez egy ilyen 10%-os kiegészítés kell ahhoz, hogy elkészüljön ez a bővítmény, akkor azt gondolom, hogy ránk számíthat az állami iskola fenntartó. A testületi ülésen esküdtettek az áprilisi országgyűlési választások választókerületi bizottsági tagja is. A Magyarországon majd 370 éve gyógyító, betegápoló, irgalmas rend Frankel Leó úti kórházépülete mellett egy 21. századi, a legmodernebb orvostechnikai eszközökkel felszerelt új szárnya épül. A beruházás magával foglalja a budai irgalmas rendi kórház főépületének teljes felújítását, belső átépítését, valamint két új épületszárny felépítését is. A második és harmadik kerületi ellátásból is nagy részt vállaló kórház bővítését a kormány is jelentős forrásokkal támogatta. A beruházás csaknem 21 milliárd forintos költségeihez a kormány eddig 11,5 milliárd forinttal járult hozzá. Emellett a keresztény családi centrum megvalósítását is további 1,4 milliárd forinttal segítette a központi költségvetés. A fejlesztés költségeinek fennmaradó, egyáltalán nem kevés, mint egy 8 milliárd forintos összegét az irgalmas rend saját forrásaiból biztosítja. A 33 féle szakrendelésen eddig évente 270 ezer embert gyógyítottak, és 17 ezernél is több fekvőbeteget ápoltak a műemléképületben, amelynek múltjáról a bejárás kapcsán a második kerület polgármestere beszélt. Ezt az épület együttest, ahogyan egyébként innen nem messze a Lövőház utca végén található nagy teret is, Marcibányi István gróf ajándékozta, illetve vásárolta meg a rend számára. És bizony a kórház megújítás vagy megnyilása óta, ez egy két emeletes épület volt, 1903 volt az az utolsó időpont, amikor egy nagyon komoly nagy átalakítást végeztek. A kórházat fenntartó, illetve működtető irgalmas rend az elmúlt években persze sokat költött a kórház épületére, jelentős energetikai beruházásokon vannak túl, és a műszerpark egy része is megújult. Kozma Imre atya szerint a technikai háttér is nélkülözhetetlen, de az emberi tényező náluk különösen fontos. Az embernek valahol otthon kell lenni ebben a világban, és az ember igazi otthona a másik ember szíve. Csak ahhoz az emberhez van közünk, Isten igazából, akit beengedünk az életünkbe. 2018-ban egyébként 40 milliárd forintot fordít a kormány a fővárosi és az agglomerációban működő kórházak megújítására, további 24 milliárdot költenek 7 nagy szakrendelő rekonstrukciójára, és 11 milliárd forintos uniós támogatásból energetikai megújítást terveznek.